Amerika felfedezése után elég gyorsan elterjedt Európa szerte a dohányzás szokása, amely mára tulajdonképpen egy üldözött tevékenységi forma lett, de abban az időben számos babona, betegség és egyéb dolog ellen is használták. Maga a dohány termesztése új eljárásokat és új ismereteket igényelt, amely azonban igen gyorsan egész Európa szerte ismerté vált. Egészen az 1914-18-as első világháborúig főként dohányoztak a magyar parasztok, Amerika felfedezése után természetesen is, ahogy elterjedt Magyarországon, akkor a gyorsabb cigarettázás cserélte le ezt a szokásunkat, és így a mai napig is igen kevesen pipáznak, míg a nagy többség, aki dohányzásra adja a fejét, ők cigarettáznak azóta. A pipázáshoz tudni kell, hogy kezdetben elsősorban cserép és fa gyökerekből készített pipákat használtak, míg aztán észre nem vették a tajték pipát, fel nem fedezték. Abban különbözik a többi pipázástól, hogy hidegebben tartja a meleg füstöt, tehát egy kicsit jobb érzést kelt. A kezemben éppen ilyen különböző paraszti pipákat tartok, két tajték pipát és egy gyökér pipát. Aki dohányzott már életében, vagy főleg inkább pipázott, az tudja, hogy a pipa az nem csak egy rossz szokás, a pipázás vagy a cigarettázás, hanem bizony főleg a pipázásnál számos olyan szokás alakul ki egy pipás ember életében, amelyet azután később már nem is tud elhagyni. Nevezetesen egy idő után elkezdenek mutogatni a pipával, az mozdulataikba is bele szokik ez a dolog, és hát ugye szertartásos, sokkal több időt igényel, és egész más a szívásának az eljárása, mint a cigarettánál. A cigaretta azért is lett annyira népszerű a 20. században, mert gyorsan lehetett végezni vele, ellentétben a pipával, ami egy egész komoly szertartást igényel. Meg kell tömni a pipát, nehezebben tárolható a dohány is, ugye, mert szabadon van. Aztán a megtömése sem mindegy, hogy hogyan történik. Utána a szívásánál is ügyelni kell arra, hogy néha nyomkodni kell, szurkálni. Tehát, és jóval hosszabb ideig tart. Tudjuk, hogy ma már olyan versenyeket is rendeznek, ahol nagyon-nagyon az a nyertes, aki a legtovább égett egy adag dohányt. Tehát ez a szokás, a dohányzás szokása egy egészen mára már talán kihalóban lévő, de egy a parasztságunkra rendkívül széles körben jellemző szokás volt.